A NEKA egy női ifjúsági bajnokságban szereplő csapata a tavaly elmaradt bajnoki döntő miatt még elszántabban vág neki az új szezonnak. Bohus Bea vezetőedző szerint a tavaszi karantén után újult erővel kezdték a felkészülést, a serdülőkorú gyerekek idén is felfelé versenyeznek, az edzéseket pedig dr. Vod Péterrel közösen tartják. Az én gyerekeimnek úgymond, hogy az én korosztályomnak a legfőbb feladata az az ifjúban való fejlődés. A másik nagyon fontos része az a serdülő bajnokság, ami sajnos tavaly ugye elmaradt a járvány miatt, és nem tudtuk lejátszani az országos döntőt, pedig nagyon-nagyon készültünk rá. Hát remélem most a jó Isten nem fogja tőlünk elvenni idén is, mert szerintem ez a 4-5-ös korosztály egy nagyon-nagyon tehetséges korosztály, nagyon-nagyon ügyes gyerekeink vannak, és a napi munkához, ahhoz, hogy ők minden reggel fölkeljenek, és végigcsinálják a heteit, a napjait, a hónapokat, ahhoz végre kellene egy eredmény, tehát kellene az, hogy érezze, hogy igen, megérte fölkelni, hiszen oda mentem, megnyertem, oda és készülünk a döntőre, és hogy meg kellene nyerni a döntőt, vagy a legjobb eredményt elérni. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy azért majd június elején a serdülő döntőben ott tudunk lenni, és a legjobb eredményt tudjuk elérni. Mi azért non-stop üzemmódban voltunk a karantén alatt, de nem volt velük gond, és a felkészülés alatt is úgy láttam, hogy ami legjobban hiányzott nekik, az a társaság, a csapat. Azért nem hiába csapatsportág. Talán ez a felkészülésben ez volt a legjobb, hogy nem úgy kezdődött, mint az elmúlt időszakokban, hogy jó, jövünk, és kezdődik az alapozás, hanem egyszerűen úristen, de jó, itt vagyunk, együtt vagyunk, és nem volt gond, hívtak be, edzünk már reggel, 6:30-kor megyünk futni, mert akkor nem lesz olyan meleg, de ez így megélni fantasztikus volt. Minden hétvégén leülünk, és átbeszéljük a következő hetet, hogy ki hol játszon. Nem engedjük meg azt, hogy egy gyerek akár 2 meccset végigjátszon a héten, mert nem akarjuk kicsontozni őket. Mi ebben nem hiszünk. Mi abban hiszünk, hogy edzeni kell, tanulni kell, dolgozni kell, és ott odaadni egy mérkőzést, hogy legyen visszajelzés a számunkra, hogy hol tartunk. Azért mi már ezt rutinból nyomjuk, úgymond, mert a válogatottban is ugye együtt dolgozunk. Ha valaki látja a mérkőzést, akkor inkább ővé a védekezés, enyém pedig a támadás. Körülbelül edzésen is ez valahogy így néz ki. Tiszteletben tartjuk, hogy kinek van mérkőzése. Mi még nem úgy készülünk egy mérkőzésre, hogy leülünk, videózunk, kiírjuk speciálisan, mint mondjuk a felnőtt szinten, hanem inkább csak átgyakoroljuk ezeket a dolgokat. Nem könnyű ez az év. Szerintem helyt fognak állni ezek a gyerekek, mert nekik egy a fontos, hogy legyen kihívás.